csodálatos nap a mai. Ma mesterszakács tartott nekünk előadást, hogy a fűszernövényeket mikre lehet használni. Megjöttek az új fűszernövények, ugyanúgy, mint a virágzásra megindul ugye a vegetáció, és hát a friss fűszernövények egészen más ízhatást adnak a húsoknak, a pácolásán nagyon kellemes ízeket és aromákat adnak. Hogy miért javaslom a cserepes fűszernövényeket, miért helyettesítem előtérbe, és szeretném azt mondani, hogy ezt használják, mert hazaviszik, ki lehet ültetni, szaporodik, lehet vágni, vagy azt is lehet, ugye, hogy az ember a konyhában kitesz az ablakba, és onnan szépen olóval vágja le, amennyi éppen szükségeltetik. Grill party volt, húsokat sütöttünk különböző saját magunkkal által termelt fűszernövényekkel. Nagyon, nagyon jó az, hogyha bioföldet, biohumuszt és olyan földeket használunk, amiben nincsen műtrágya és semmi, hanem teljesen egészséges, mert azoknak a fűszereknek, amit saját magunk nevelünk, annak teljesen más íze van, mint egy szárított fűszernek. Itt kóstolót tartottunk, és szerintem nagyon jól sikerült. Mindenféle fűszernövényt árulunk, amikből csináltuk ezeket a húsokat, amikkel pácoltunk, azokat mind meg is lehet vásárolni. Így a rozmarinktól és a bazsalikomtól kezdve a mentáig, a petrezselyemig, a kaporig és mindenfélét. Rozmarink, hát az amíg be nem áll a tér és nem takarja el, addig vágható, de ilyen a kakokkfű is. Tehát ezen a két nagyon hálás és egy nagyon időt álló fűszernövény. Hát de természetesen a bazsalikom, ugye itt a lestján, itt az ürömfű, itt a tárkony, a fisztárkony, hát a fisztárkony ugye a kellemes pikáns ízével, ugye meg kell próbálni egy szárítottat és egy frisset. Olyan ízhatás, ugye a kémiai hatások a húsnál, amikor érlelődnek a húsok a pácolásnál, nagyon jól kifejtik hatásokat, nem válik annyira durvává és intenzívvé, finomak, képékenyek, simulékenyek és nagyon fantasztikus ízeket adnak ki. Jövő héten is nagyon érdekes programot találtunk ki. Szeretnénk mindenkinek elmondani a hortenziának a nevelésének a nyitját, hogy mitől lesz kék a hortenzia. Hát, hogy ezt valaki tudni akarja, hogy nem lett már kék, vissza rózsaszín lett és kéknek vásárolt, hogy mit csináljon vele, azt nagyon szeretettel várjuk. 23-án, 10 órától, tehát a hortenziáról fogunk tanácsokat adni. Porque el extraño no ver mi male con a mis amigos de mi zona, los que nacieron conmigo, los que